Az, hogy a paksi focihoz is köthető aktív nyugdíjas labdarúgó mesteredző volt szövetségi kapitány Gellei Imre Bonyhádon helyi szurkolók társaságában egy kivetítő előtt nézte a közeli napokban lezajlott olasz-angol EB-döntőt, nos ez valójában egy tavalyi teveli látogatásának köszönhető. A műfüves pálya átadásakor az MLS képviseletében ugyanis közelebbi ismeretséget szerzett a bonyhádiakkal. Nagyon is kapható volt egy közös meccsnézésre, noha Keszthely és Bonyhád nincs éppen egymás közelségében. Tavaly Tevelen voltunk a Nyilasi Tibivel, és akkor ennek a folyamányaként most egy ilyen felkérést kapjam, hogy együtt nézzük a bonyhádiakkal ezt a találkozót. Óriási nagy öröm számomra, hogy úgy nézhetjük ezt a találkozót, hogy Európa bajnoki döntő, annak idején Franciaországba magyar csapatot végigkísértük, mind a négy meccsen a családommal ott voltunk, és a barátokkal, úgyhogy biztos, hogy egy óriási élmény lesz mindenki számára ez a mai találkozó is. A 90-es évek és a 2000-es évek első évtizedének egyik meghatározó magyar labdarúgó edzője, Gellei Imre volt szövetségkapitány, aki egyébként az olaszokkal szimpatizált, őszintén örül annak, hogy 2016-tól jól érzékelhető fejlődés jellemzi a magyar futballt, ami a nemzeti válogatott szintjén érhető tetten. S a jövőkép is, mint mondja, perspektívikusnak tűnik. A magyar válogatott három meghatározó játékosának pályáját is egyengedhette edzősködése során. Köztük az EB-hős Paksról induló Fiola Attiláét is. Ilyen a Fiola Attila, aki 17 éves korában jött először a paksi tréningre, aztán először tettem be a felnőtt csapatba, aki szintén egy olyan egyéniség, aki a szorgalmával, tehetségével, nagyon komoly élettani hátterével igen magas szinten teljesített. A kis Alai Roland, a másik játékos, aki akadémista volt, és hát bizony nehézségekkel küzdött családi vonalon, úgyhogy hozzá egy pszichológus kellett szerződtetni akkor, és a harmadik pedig Kleinerszel Laci, a Skolsz, akit a videótomból irányítottunk át akkor, mert neki is voltak nehézségei. Tehát az igazi válogatott játékosok is nem csak diadalmenettel mennek föl, hanem vannak apró akadályok, amiket le kell küzdeni. Imre bácsi annyira tiszteletbeli edzője a Paksi FC-nek, hogy az ügyvezetés nem titok, még ma is kéri véleményét napi konkrét ügyekben, még inkább stratégiai kérdésekben. Örömmel teszi mindezt. Kötődök a Paksiakhoz, nagyon büszke vagyok rájuk, hogy több éve, lassan két évtizede, tulajdonképpen kizárólag magyar játékosokkal érik el a nagyszerű eredményt, és ez mindenféleképpen példaértékű. Sokkal, de sokkal több média megbecsülést érdemelne ez az együttes, ez a véleményem erről, és biztos vagyok benne, hogy a későbbiek során is sok örömmel lesz tolna megyének ebben a csapatban. A már 70-kedő keszthelyi származású szakembernek ma is van felelősségteljes feladata a Magyar Labdarúgó Szövetségben, és egy olyan is, ami kevésbé jár feszültséggel, annál inkább nosztalgiázásra alkalmas nagy-nagy örömökkel. Öreg fiúk válogatottnak vagyok az edzője, olyan játékosaim, mint a Gerazoli volt a legelőször az utánpótlás válogatottban, a nagy válogatottban, most az öreg fiúk válogatottban, de prolicenszes edzői felvételi vizsgán is részt veszek, tehát több irányú az elfoglaltság. Gellei úr, a fiataloknak már Imre bácsi, így ma is heti rendszerességgel teszi meg lakóhelye, Keszthely és Budapest közötti távolságot, néha kísérője, ha úgy tetszik, sofőrje is van.